A Nógrád megyei Szétsénke községben vagyunk, ez egy 200 lelkes falu. Két okból jöttünk ide, az egyik az, hogy a falu határában épül az a lőtér, amelynek köze van az Orbán Áron, a miniszterelnök ötse által vezérigazgatott Multishoot ZRT nevű céghez, továbbá ahhoz a Magyar harcászati Akadémia nevű egyesülethez, amely katonákat és rendőröket szeretne lőni, tanítani, Vélemezhetően éppen azon a lőtéren, ami itt épül a falu határában. És hát a másik ok, amiért kénytelenek voltunk eljönni ide, az az, hogy hiába akartunk írni erről a harcászati akadémiáról, és a katonák és rendőrök képzésére vonatkozó terveiről. Orbán Áronnal sajnos nem sikerült felvennünk olyan módon a kapcsolatot, hogy válaszoljon is a kérdéseinkre, ezért megpróbáljuk felkeresni azokat a különböző helyeket, amikhez a hozzáfűződő szervezeteknek köze van. Orbán Áron régóta ismert a fegyverek iránti vonzalmáról, és az elmúlt években a nevéhez fűződő cégek és egyesületek látványos szaporodásnak indultak. Így például Orbán Áron személyesen tulajdonal egy szlovákiai és egy horvátországi céget, valamint ő a vezérigazgatója annak a Multishoot ZRT nevű Dunakeszi székhelyű fegyverkereskedő cégnek, amelyik egy fegyverboltot is üzemeltet ezen a településen. Ami most minket elsősorban érdekel, az a Magyar Harcászati Akadémia megnevezésű egyesület, amelynek egyik alapító tagja Orbán Áron, és a Multisút ZRT működéséhez kapcsolódó különböző személyek közül is többen hasonlóképpen alapító tagok. Ennek a Harcászati Akadémiának szolgál a telephelyeként az a Szétsénke melletti helyrajzi szám, amelyen most egy lőtér épül, és ez azért érdekes, mert a harcesszati akadémiának az alapszabályában megtalálható az az elképzelés is, hogy az Egyesület, vagyis az akadémia, az a jövőben szeretne katonákat és rendőröket képezni, lőni, tanítani. Széchenke mellett behajtottunk egy bekötő úton, és megtaláltuk azt a területet, amiről beszélünk. Itt lesz az erdő közepén Magyar Harcesszati Akadémiának a lőtere. Egyelőre a területen még építkezések folynak, Itt ilyen autogumik, meg farankök, meg Uh, homok, uh, dombocskák vannak felhalmozva, a területen dolgozó emberektől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem mehetünk be, ezzel nem tudjuk nagyon közelről megmutatni azt, hogy hogyan is alakul ez a történet, de azt is mondták, hogy az illetékes bárki is legyen az, itt lesz két órán belül, és remélhetőleg tudunk majd vele beszélni. A várokozási idő leteltével visszatértünk a lőtér tervezett helyszínére, és találkoztunk az illetékessel, aki minden reményeink dacára nem Orbán Áron volt, de nem adjuk fel, Hiába mondta nekünk az illető azt, hogy azt a tájékoztatást tudja csak adni, hogy nem adhat tájékoztatást. Mi útra kelünk és megpróbáljuk megkeresni Orbán Áront a Dunakeszi fegyverboltban. Sajnos a tárcsázat előfizető most foglalt. Próbálja később hívni. Nagyon úgy tűnik, hogy hiába jöttünk el Dunakeszire a Multisút ZRT Orbán Áron vezetett fegyverboltjába, itt sem... Nyerünk sem bejutást, sem Orbán Áron személyes ismerettségét nem tudjuk elérni. Nem tudjuk egyébként, hogy nyitatartási időben jöttünk el, ez sehol sem látható itt a kiírt cég mellett, de úgy tűnik, hogy ezzel a történettel most ideig jutottunk.